Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en! 7 óra után járunk 6 perccel, gyönyörű szép reggelt kívánunk mindenkinek december 19-én csütörtökön, 7 fok van jelenleg, ebből még 12-13 is lehet, hát nem valami északi sarköri időjárásunk van, hát de ezt mondjuk Stiglinc Gábor, Stiga sem tudja meg sajnos, hogy milyen hideg van oda kint, vagy ott. Fent. Oda fent. Szia Gábor! Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, mi történt? Hát nem segítünk kicuccolni a reptérre. Hát ez most nem sikerült. Uh-huh. Igazából nem szekte kedvemet, mert jövőre újra nekifutok ennek az ügynek. Meg hát te nem olyan vagy, mint aki hogy leül most azt egy kesereg egy-két hétig, és sírdogál. Két dolog jutott hát eszembe. Sőt. Hogy a kollégáit, ahol beosztottja itt most, hogy mennyire bánkódhatnak. Pedig azt hitték, hogy a céges vacsora egy kicsit nagyobb időtávra fog. Ez egyik, a másik pedig, hát most mondanám, hogy ahogy ismerlek, hát azért annyira nem, de itt, ahogy már beszélgettünk meg, ahogy Norba itt egy pár szót szólt rólad, hogy azért neked, én biztos vagyok benne, hogy van B-terved. Van. Tehát, hogy... Tudod, hogy kinek van B-terve egyébként? Na. Akinek nem jó az átterve. Ja, igen, egyébként igen. Tehát, igen. Azt szoktam mondani, hogy nem szabad lenni B-tervnek, mert akkor biztos, hogy nem jön össze az A-terv. Így igen. Így van, szóval nekem nem volt B-tervem, én most csináltam egyet, mivel elment az A-terv. De arra volt ez jó, hogy kicsit körülnéztem azon a környéken, és mindjárt két túraútvonalat is találtam, az egyiket Norvégiában, a másikat Svédországban. Úgyhogy, ha a már Google Maps-ben néztél körbe, vagy hol kell? Hát, nem annyira így. De ezeknek az északi ilyen túraútvonalaknak mi a jele a fára festve? Mit tudom, piros Mikulás? Vagy mi a, vagy, ja. Egy fagyott jeges medve. Ja, az tök jó. Ja, és az nem is festve van, hanem az egy brill. Igen, igen, hát most ez van, hogy ezeket céloztuk meg egy kedves cimborámmal, akivel szoktunk így túrázgatni. Elmentünk vele elkaminózgattok. Ja. Nem, igen. Mert azért őrültebb a srác, hogy elmentünk egy 78 kilométeres túrára, amit 18 óra alatt sétáltunk le. Igen, egy húzamban. Említettük is múlt héten itt. És hát ő rövid nadrágba tolta a nulla fokban, szóval így jól bírja a hideget. Úgyhogy, atya ég. Úgyhogy vele egyezkedtünk erről, hogy... Most bocs, de akkor hülyébb. Igazából. Én is azt akartam, hogy szerintem ti lassan klinikai eset kategóriába tartoztok, tehát, hogy... Na de, beszéljünk már erről az A-tervről, hogy akkor igazából hogy alakult ez, vagy mik a végeredmények, mennyi szavazatot kaptál, mennyi kellett volna, miért nem téged válogattak be a főnökök, mik az infók? Hát igazság szerint a szavazatok azok már így eléggé úgy fest, hogy már az elején nagyon elmentek, mert volt egy szerb srác, aki ilyen youtuber, nagyon ismert arrafelé, és neki több tízezer szavazat lett rögtön az elején. Jó, tehát, hát úgy könnyű. Nézett volna befogni. Influencereket ki kellett volna zárni. Inkább arra próbáltam menni, hogy jó legyen a pályázatom, és hogy azért ahhoz képest minél több szavazatot kapjak. Ez végül is össze is jött, mert elég sokan szavaztak rám, és egész jó volt a pályázatom, de hát volt nálam egy jobb pályázat, úgyhogy ő ment inkább. Wow. Egy lengyel lány választott be a zsűri, neki szerintem körülbelül 1000-rel volt több szavazata, mint nekem, de itt már nem annyira a szavazatot. Nem azon múlt. Fogadjunk, csinosabb volt, mint te. Hát nálam nem nehéz csinosabb lenni, főleg a lány, mi? Főleg a lány, igen. Hát, figyelj, egyébként ilyenek is számíthatnak ám egy pár szavazatot, és egy jó pár szavazatot jelenthetnek. Hát gondoljunk csak vissza az Egyesült Államokbeli elnök választásra. Hát ott egy ilyen azért jelöltnek... Trump is csinos ott lány. Megmondják, nagyon megnézik, hogy legyen-e, mit tudom én, bajsza, vagy ne legyen, vagy hogy milyen öltöny, milyen színű nyakkendő, szőrösen igen, jelenje meg. Tehát, hogy... azért nem mennek bele, itt vannak. Na jó, de a szavazók igen, tehát, hogy ránéznek, igen. És akkor azt mondják, hogy csaj azért csinosabb, mint a Stiga, akkor inkább rászavazok. Persze, Stiga, rád szavazunk. Aha. Na igen. Na mindegy, és akkor így ennyi volt, hogy őt választotta a zsűri. Uh-huh. Ugye amit tudni kell, hogy én 4 nappal később kezdtem el ezt az egész kampányt csinálni, ami azért láthatóan sok szavazatot jelentett. Uh-huh. Plusz... Illetve hát stratégiát... nem. Hát ez az, hogy pont, tehát, hogy nem jelentett, igen. A komiluszt. Igen. Illetve a stratégiámat a menet közben találtam ki, ami egyébként egy egész jól működő stratégia lett, de sajnos hetekkel később kezdett elindulni, mint kellett volna, vagy lehetett volna, és ezért ez sokat számított, úgyhogy ebből elég sokat tanultam, és
jövőre már felkészülten, rögtön a nulladik időpillanatban fogom bevetni magam is, és már így előre elkészített videókkal fogok készülni. Valami megvan a stratégia, már most elkezdett forgatni drónnal, azért már látom magam előtt. Nem, esküszöm, ez jutott eszembe, hogy ti azért mentek most oda valahova éjszakra túrázni bele a hóba, hogy hát nyilván tapasztalatot is szerezzetek, de hogy tuti belőle, hogy referencia anyag, tudod? Hogy már... Ez biztos, hogy egyébként sokat számít. Tehát, hogyha látják, hogy te már ilyen környezetben így mozogtál, az ad hozzá. De nem csak ez az oka, mert ezeket azért régebb óta nézegetjük már. Én az egyiket, az a srác a másikat, és akkor ezt gyúrjuk most, hogy melyikre menjünk. Azért ezek nagyon drága. Látom magam előtt azért, hogy ilyen karácsonyi boxer alsóban, eplényben csúsztok le snowboarddal, és egy drón véletlenül ott van felettetek, és mind a cégnek a logója már a válladra van tetoválva, ilyen kis... Csak arra költöttetek tetemesebb összeget, hogy a háttérben norvég zászlók lengedezzenek, mintha, ugye... Igen. Ja, de figyelj, mi az, hogy 1 millió forintba került a kicsinálta a videó utómunkáját? De megérte. Figyelj csak, mondtad ugye, ha két országot említetted, ugye Norvégiát és talán Svédországot, hogyha jól emlékszem? Na, ezek mennyire vannak ezek a túraútvonalak az északi sark felett? Hát úgy van, hogy a svéd az alatta van 100 pár kilométerre. Hát az... A lapföld legelhagyatott keresztül, szóval elég kemény az ér a nélkül is. Ugyan már? Itt ott nagyon szép. És ott nyáron így nem megy le a nap például, meg erényszarvas csordák vannak ott. Uh-huh. Szóval így elég érdekes lesz, főleg sátorral. És mikor van az indulás? Még nem tudjuk, most gyújjuk éppen, hogy mikor érdemes menni, mert azért oda nem egyszerű. Nyáron? Nem egyszerű a kitalálni. Ne legyen már ilyen papírkutya, legyen kemény, tökös, szitja magyar gyerek. Menjél azt. Ja, csak télen ott tök sötét van. Hát, egész nap. Igen. Lámpa van. Igen. Meg ellen. Jó, nem olyan. Nem olyan szépek a képek. Mi a másik verzió? A másik az Norvégiában van, a Szent Olafnak a zarándok útja. Ez Trondheim környékén van, és az 400 kilométer. Jó, hallottam, azt mondtad, hogy Olaf? A hóember? Olaf, aha, igen. Hát ott másképp ismerik. Kérek egy ölelést. Mert van ilyen, hogy Szent Olaf? Hát Olaf, aha, levével írják, de felmondják. Úgyhogy de a Szent Olaf? Tehát, hogy Szent? Igen. Az ki volt akkor? Vagy tudod ennek a sztoriát? Ki az Olaf? Annyira nem mélyültem még el benne. Először kiválasztjuk az útvonalat, és utána... Ja, értem. Tehát, hogy egy bele. Szent Hóember, vagy... Szent Hóember útvonalat kiválasztottátok. Jó. Hát... Úgyhogy az lesz a másik. Az egy lazább valami, meg az ilyen ember lakta környékeket érint sokat. Uh-huh. Úgyhogy ez nem annyira durva. Úgyhogy elsősorban a svédre koncentrálunk. Uh-huh. Szeretjük az ilyen extremitásokat. Tehát akkor most B meg C verzió is vagy gyakorlatilag. Hát most ez lépett az A és a B verzióba. Végül is ez az A. Igen, volt egy mondatod, hogy egyébként hát ugye azért egyik sem, tehát egyik ország sem a, hogy mondjam, a nagyon olcsó országok közé tartozik. Legalábbis ezt vártam már ezt a kérdést. De te mondtad, volt egy fél mondatod egyébként. Tudom. Tehát, hogy és ezt én tanúsíthatom. Szóval annak tudhatom, hogy a NAV hallgat. Honnan van erre források? Rövid történet, a labdarúgó csapatunk az ugye eljutott Norvégiába, ráadásul Tromsø, hát akkor te most már képben vagy. Az 400 kilométerrel az északi sarkkal felett van, és pont fehér éjszakák voltak akkor, amikor ott volt a csapat és focizott, a Paksi FC. És hát barátommal, kollégámmal bementünk az egyik ilyen ajándékboltba, vagy akkor hozunk a családnak ajándékokat. És hát volt nálunk némi euró, hát persze, hát viszünk a családnak ajándékokat, és hát tudod, ahogy... Meg az egyik meséteket is oda rakták. Körülbelül, igen. Figyelj, tehát gyakorlatilag ahogy a hazai, mondjuk, mit tudom én, bármelyik más ilyen áruházlánc boltjaiban, teszem azt mondjuk, hogy ha a piákat nézed, akkor ugye a drágák vannak fölül, és hogy mész lefele, az egyre olcsóbb piák vannak. Na itt is néztük a, hú, de szép ez a, nem tudom, akármicsoda, megnézzük, aha, akkor ezt visszatesszük, akkor vettünk egy polccal lejjebbről valamit, azt is visszatesszük, és a végén legalulról az alsó, a legalsó sorból, ezt a, tudod, volt ez az ilyen gyerekjáték, ez, amit alul megnyomsz, és akkor így összerogyott a kutya vagy a cica, és akkor utána elengedted, akkor megint a rugó így, vagy a gumi így visszaállította. Na, ilyeneket vettünk, 2-3-at, rénszarvast rogyasztottunk össze, vagy. Mert hogy gyakorlatilag a mi magyar pénztárcánk... Mindez csupán 4000 forint volt. És egyébként esküszöm, tényleg, tehát komoly, olyan... Tehát figyelj, hát egyszer élünk, ugye? A bolhapiacon meg lett volna 400. Szóval akkor ezt ki fogja finanszírozni, és itt most nem pont akarok nagyon bájkálni a zsebedbe, csak úgy értve, hogy akkor ehhez is kellenek majd akkor szponzorok, vagy
Vagy ja, nem, az, ezt már én megoldom. Az van ugye, hogy én azért ismerem Norvégiát valamennyire, mert dolgoztam már ott pod minusz 20-ban, már forgattam ott reklámfilmet. És oda néz! Beleszaladtam ebbe én is, hogy a legolcsóbb boltba, a legolcsóbb fagyasztott pizza került 3000 forintba. Döbbenet, mondjuk 300, vagy 4. Hihetetlen. Úgyhogy erre így felkészültünk. A 10-es szorzóra akkor fel kell készülni. Hát nagyjából igen. Tehát így ez ott, mondjuk ott ugye a fizetésekre is rá lehet ezt a szorzót tenni. Szóval náluk ez így nem észrevehető annyira. És hát ugye az a terv, hogy oda is megy ki fapados járat. Tehát az nem egy durva összeg. Jó, akkor már legalább ott vagy. Azt már lehet mondani. Ugye viszünk ki rengeteg kaját, mindig viszünk magunkkal rengeteg kaját, oda ilyen tartós kaját. Jó, hát mondjuk ott megromlani nem fog, az hát biztos. A hóba elássátok, és akkor. Ja, igen. Szóval ilyen zapkását, meg ilyesmit tudok vinni, amihez csak víz kell. Persze azt meg lehet olvasztani. Az kevés, de igazság szerint azért mondjuk reggelik azok kezdel így megvannak. Meg vannak ezek a ilyen hegymászó kaják, amikhez szintén csak vizet kell tenni, és viszonylag kis súlyú dolgok. Szóval ezek attól tartok, hogy a pakkon fel az körülbelül a kaja lesz. És inkább fagyoskodsz, de legyen mit enni. Hát enni muszáj, persze, főleg, hogyha égeted a kalóriát, te hogy mész. Ja. És ugye lesz nálunk sátor, meleg hálózsák, jól szigetelő matraccal. Ott meg az a jó, hogy ott nincsenek ilyen tilos sátorozni dolog, hanem van egy olyan törvény, hogy a vándorlás joga ez a neve a törvénynek, tehát mindenkinek biztosítva van, hogy járhatja az erdőt meg a mezőt. Csak hát ott a jeges medvék szólnak bele a dologba, tehát ha vagy olyan hülye, hogy kimegy, ott nem tiltja senki, hogy sátoroz, él túl. Ez jutott nekem is eszembe, hogy abszolút a célirányos a délék, tehát áprálék rác részei lesznek. Menjétek! Nyáron azért ott nincs annyira durva hideg, meg medvesen nagyon van. Tehát azt mondják, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritka a medve arrafelé, tehát kb. Olyan esély van rá, talán kicsit több, mintha itthon az erdőbe találkozna az ember. Néha előfordul, de nem gyakori. Úgyhogy bízunk benne, mert hát akkor folyamatosan világos lesz, úgyhogy majd messziről észreveszünk, hogy jön a medve. De ez azért nagyon fura lehet, nem? Hogy soha nem megy le a nap, és ott mindig... Ez véletlen érdekes élmény, tehát... Ez elképesztő lehet, hogy ja, nem megy le a nap, milyen napszak van, hány óra, tehát... Ez biztosnak látszik, a másik meg, hogy Korzikán van a GR20-as nevű túra, ami hátszeli Korzikát észak-déli irányban. Most hogy jutottunk Korzikára? Javítsák ide, ha jól tudom, az nem éjszakon van. Tehát, hogy ott, nem, az csak ilyen ráhangolódós. Ja, hogy az csak ilyen. Ja. Jó, mondjuk hegyek ott is vannak, szó se róla. Egy újabb kaminót így kinéztem magamnak, ami a Sevilla környékéről indul, az ilyen 1000 körül van kilométerben. 1002, jó van. Ez a három játszik most idénre. Hát ebből szeretném, ha mondjuk kettő összejönne. Legyen úgy. Ugye ezen dolgozok. Amit még ugye elmondanék, hogy ugye vállaltam a kis kampányomba a Noé Állatotthon támogatása, természetesen őket támogattam saját forrásokból, nem olyan volumenben, amivel a túrával tudtam volna, illetve 100 darab felültetését, azt nem árultam el a kampányba, de azt mindentől függetlenül meg fogom csinálni. Csak ne a jégpáncélba kelljen ültetned. Ja, nem, az a nyáron. És egyébként tök jó, mert egy csomó haverom így oda kommentelt, hogy fú, jön ő is, akkor legyen 200. Hú, én is jövök, legyen 300. Úgyhogy most már ilyen 6-800 fánál tartunk. Na. Úgyhogy már emiatt volt értelme ennek a kis kampánynak, hogy, de jó. Hogy erre így rá fókuszálta a figyelmet. Igen, kicsit. Hogyha valaki megnézi egyébként a Facebook profilodat csak ezekről a környezettudatos dolgokról, illetve a klímakatasztrófa körüli hírekről szólnak a dolgok egyébként, mennyire tartott fontosnak? Ha most egy kicsit rákönyörülünk arra, épít, meséltem hajnalban, hogy van az a lány, most nem is tudnám a nevét. Nem, magyar lány, aki ilyen kicsit ilyen zéróvésztesen akar élni, és most az zéróvészt karácsony kapcsán láttam. Zimány Linda, nem? Igen, azt irattam. Ez egy nagyon érdekes videó, és egyébként osztom a nézeteit. Én is nagyra. Talán igen. Sejtett, hogy mit fog karácsonyra adni. A... Igen, meg hogy fogod becsomagolni azt is. Ja, azt, igen, hogy mit? Igen. Igen, nagyjából sejtem. Így a csomagolás. Szóval én nem annyira megyek rá ez az ajándékozás vonalra, de ha mégis, akkor olyan dolgokat adok, amik hasznosak. Tehát mondjuk most a két kollégám fog tőlem kapni két darab ilyen titánium kanálvillát, hogy amikor megyünk valahova dolgozni, és akkor rendelnek egy irosztálat, amit kiraknak eléjük egy műanyag tányéron, akkor legalább ne vegyenek el még hozzá evőeszközt is,
Bár most már azért ezek a kartonpapír evőeszközök meg fából készültek most már egyre. Igen, de még mindig nem mindenhol. És akkor ez meg ott van, elfér a táskájukban, marha menő, mert titániumból van, biztos nem fogják eldobni, és akkor így. Egyébként a kollégáim elég nyitottak erre, úgyhogy szerintem így tetszeni fog nekik. Szóval inkább ezt... Nem mindegy, azért milyen környezetben dolgozol, tehát hogy a kollégáid is ilyen hasonló beállítottságok, mint akkor azért megtaláltuk a közös hangot. Persze, abszolút. Úgyhogy ez egy jó megközelítés, hogy szemetet nem veszünk, ami ilyen haszontalan, csak azért, hogy vegyünk valamit. Igen. Csomagolást kell feltétlenül erőltetni, vagy ha igen, főleg ugye a gyerekek szeretik, akkor valami újrahasznosító, vagy újrahasználható, vagy egy ajándéktasak, amit aztán megint bele lehet valamit később tenni. Igen, vannak már jó megoldások. Ilyen tök egyszerű dolgok, igazából ilyen teljesen tiszta logikával ezt így ki lehet következtetni. Igen, elvitte sajnos az agyunkat, így ez a fogyasztói társadalom is vissza kell zökkenni. Meg hát egy kicsit le kell lassulni, igen. Resetet kell nyomni, azt hiszem, hogy a gépre, és akkor újraépíteni az egész rendszert, lehet ezt okosan is csinálni. Igen, nem kell ezt feltétlenül ilyen nagyon erősen tolni, csak tényleg ilyen... Ami kényelmes ilyen még egyelőre, logikusan, igen. Logikusan, és az ember könnyen átlátja, hogy mi az, ami felesleges, és egyébként tök jót tesz az ember pénztárcájának is ez, meg ugye a lelki meg jó érzés, igen, hogy nem termeltem megint egy csomó szemetet fölöslegesen. Szóval ez az Zero Waste, ez egy nagyon kemény dolog, én így nézegettem, hogy csinálja ez a lány, hát azért az mocskosul nem egyszerű. Igen. Hát Zoli egyébként, jó, de azt mondd meg nekem, hogy törli ki? Mondod, hogy textillel. Lehet, hogy textillel, lehet, hogy mossa, meg nem tudom, de igen. Igen. Ez sarkalatos pontjai. Ha találkozok vele, majd megkérdezem. Egyébként komolyan tényleg, mert ha meg azt nem, számolja bele, csak akkor úgy visszatérve, hogy a papír zsebkendő helyett a textil zsebkendőre esküsznek a Zero Waste-esek, szóval ebből azért lehet következni, hogy csinálja. Régen amúgy tök menő volt a textil zsebkendő, bár igen, még most is azért, de talán már nem annyira. Olyanról nem nagyon hallottam volna, hogy textil. Jó, zsebrakod a dolgod után, és akkor vizet így a farzsad, bűscsíkot húzod hazáig. Na, Gábor, azért még egy rövid mondatban, hogy készülsz így? Most már nagyjából azért... Sehogy. Zero Waste karácsony. Hogy készülsz így? Sehogy. Nem a karácsonyra, most jönnek az ünnepek, pihi van, dolgozol még. Mi a menet így idénre? Hát idén még dolgozom a héten, aztán jövő héttől második helyig, nem? Úgyhogy lesz időm videókat vágni. Eplényben, részorvosos alsógatyában. Nem, most tényleg pihenni akarok egy kicsit ilyen lazába otthon. Van egy csomó tök jó anyagom félkészen, egyébként pont ilyen kevesebb szeméttel való túrázással kapcsolatban. De jó. Azt össze akarom pakolni, illetve a Norte, a Camino del Norte-n meg a Portugál úton is forgattam rengeteg jó kis drónos felvételt, és azokból szeretnék egy-egy kis videót összepakolni. Csak Best of Camino videót. Hát ez inkább ilyen mood videó lesz, ilyen hangulat videó, ami így a legszebb tájokat mutatja be a levegőből. Csak nem akartam elkapkodni, meg így összehaigálni, hanem tényleg az, hogy van egy-két napom, leülök, és akkor most jön el majd az ideje akkor ennek, de majd mindenképp küld a linkeket, hogyha bármiféle új hasznos videó felkerült. Jó, hát jó, akkor... És mi van az ajándékokkal, meg a fenyőfa állítással? Hát ugye a fenyőfa állítás, az, ugye én Gödöllőn a karácsonyházban dolgoztam 7 évig, úgyhogy a fenyőfa állítás az már nekem majdnem munkaszámba megy. És te karácsonykor nem dolgozol, úgyhogy nem lesz fenyő. Nem annyira, hogy nem vagyok erre ráfeszülve, viszont van ott egy ilyen ezer éves műfenyünk, egy picike ilyen derékig érő, meg vannak díszek, azokat így fölrakjuk rá, és akkor így ez így oké. Ennyi. Oké. Jó. Na jó van, áldott és békés karácsony. Így van, és köszönjük, hogy megosztottad velünk az infókat. Fogunk még veled beszélni, azt gondolom. Jó van. Áldott karácsonyt, köszi, minden jókat. Hello, sziasztok. Hello, hello.